Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim! Azt garantálom, hogy mire az estének vége lesz, egyikünk se lesz okosabb. De azt is garantálom, hogy kétségek között fognak hazamenni, és elég sokáig fognak gondolkodni, hát jó néhány olyan kérdésem, vagy történelmi jelenségen, ami ma szóba kerül. De talán nem is az a cél, hogy most valamit tanuljunk, valamit berögzüljön, hanem éppen az, hogy megtanuljunk kételkedni, és megtanuljunk hát olyan berögzött, hogy is mondjam, csak kifejezésekkel szakítani, mint ez a bizonyos mi lett volna, ha, hiszen azt hiszem, hogy senki nincs, aki a történelem tanárától ne azt hallotta volna, hogy bizony a történész vagy a történelem nem ismer ilyen kérdést, hogy mi lett volna, ha, szikár tényeket, tendenciákat, folyamatokat érzékel. Na de hát én nem osztom ezt a véleményt, jól lehet, ahogy mondtam, nem lesz az ember ettől okosabb, de talán annak a sokat idézett mondásnak, hogy a történelem az élet tanító mestere, ugye Hérodotosztól, talán jobban megfelel, hogyha tanulni akarunk a történelemből, és ez bizony elkerülhetetlenné teszi, hogy föltegyünk kérdéseket, hogyha ez vagy az a jelenség nem így vagy úgy történt volna, akkor hogyan alakult volna az akkoriak számára a jövő. Magyarul merjük azt föltenni, hogy a tanulás szándékával, hogy ha ez történt, vagy jó, rossz döntést hoztak, akkor az miért volt rossz döntés, és mi lett volna a jó döntés. Na de nézzük! Ugye az közismert, és talán nincs is az országban olyan település, ahol ne tudnának panaszkodni arról, hogy amikor a II. Világháború frontjai elérték az adott vidékeket, akkor a szovjet csapatok ne pusztítottak volna, vagy ne fosztottak volna ki közgyűjteményeket, közintézményeket. Sőt, ugye a szovjet csapatok között is működött kimondottan egy olyan egység, amelynek az volt a célja, hogy fölkutassa az adott település vagy térség műtárgyait, fontos értékeit, kincseit, ha úgy tetszik, és azt tudatosan ugye elszállítva egyfajta kárpótlásként, ugye az ellenség okozta kár miatt elvigye Oroszországba. Nos, ha nem ez történt, akkor mondjuk kórházat rendeztek be, fölégettek valamit. Ugye számtalan kastélyunknál tapasztalható ez. Nos, 1944. októberében a szovjet csapatok ugye elérték Kelet-Magyarországot, Sárospatak térségét. Ez, amit itt látnak, ez a Sárospataki Református Kollégiumnak a könyvtára. És hát természetesen mindenki arra készült, vagy azt várta, vagy az lett volna a logikus a korábbi pusztítások és kifosztások után, hogy ez a könyvtár is áldozatul esik a háborús állapotoknak. Nem így történt. A városparancsnoknak kineveztek egy szovjet tisztet, aki egy a korabeli viszonyokhoz képest művelt mérnökember volt, aki egyébként aztán múzeumban is dolgozott, egy Petrovics nevű századost, aki amikor bejárta ugye az elfoglalt várost, odaért a reformátusok kollégiumához, benézett a könyvtárba, és utána őrséget rendelt a könyvtár elé, hogy oda senki be nem teheti a lábát, magyarul lezáratta a könyvtárat, és így az orosz katonák, vagy akik éppen egy ilyen háborús viszonyok közepette kihasználják a helyzetet, nem fértek hozzá a könyvtárhoz. Mivel a tendencia, vagy az általános az volt, hogy pusztulás, ezért ennek a könyvtárnak a megmenekülése kimondottan annak köszönhető, hogy véletlenül egyetlen olyan tisztet neveztek oda ki, aki értékelni tudta mindazt a kincset, azt a múltbéli emlékanyagot, amit egy ilyen könyvtár őriz. Ő volt az Pyotr Petrovics Jegorov százados, akinek a sárospatakiak a későbbiekben is olyan hálásak voltak, hogy még a portréját is megfestették,
és elküldték a családtagjainak, a leszármazottainak. És egyébként a sors iróniája, hogy ebből a könyvtárból közel 200 munkát a háború elől, a front elől Pestre menekítettek, ahol a Magyar Nemzeti Bank trezorjába zárták be a sárospataki könyveket, és azt viszont a szovjet csapatok kifosztották és elvitték Szovjetunióba. Tehát ami ott maradt, az megmaradt, amit elhoztak, az viszont elkerült, és hogyha emlékeznek, egy olyan 11 néhány évvel ezelőtt adták vissza Oroszországból a könyveknek, nem az összesét, mint egy 150 darabot, és ott maradt még közel 50 a mai napig az egyik orosz könyvtárban. Egyetlen hasonló esetről tudunk ebből az időszakból, Keszthely. Ugye a Keszthelyi kastélyba bizonyára jártak, és ott a Helikon könyvtár megmaradt. Ott is egy olyan tisztet neveztek ki városparancsnoknak, aki művelt volt, aki fölismerte, hogy milyen értéket őriz a könyvtár, és befalasztatta a könyvtár bejáratát, hogy ne férjen hozzá senki. Így maradt meg egyetlen egy főúri könyvtárként a Keszthelyi kastélynak a Helikon könyvtára. Ugye ez egy olyan jelenség, ami ugye elgondolkodtatja az embert, és mivel ez egy kicsi esemény, vagy hogy mondjam, egy helyi jelenség volt, de mai napig érezzük a hatását, hogy megmaradtak olyan fontos értékek, amit a mai napig tudunk használni, és meg tudunk csodálni. És fölveti azt a gondolatot, hogy vajon van-e tényleg a történelemben, a helyiben, vagy a nagy történelemben néhány olyan pont, amelyet a véletlen fogalmába tudunk betenni, vagy azzal tudunk magyarázni, és hogyha ez így van, mert ugye a személyes életünkben vannak véletlenek, azt tudjuk, akkor vajon hogy lehetne ezt meghatározni? Ugye ez itt Herodotosz ezzel a bizonyos történelem az élettanító mestere címe. Hát hogyha ezt, hogy tudjuk vizsgálni a történelmi jelenségeket, ezt meg kéne határozni, akkor nagyjából ezt a három fogalmat tudnánk felsorolni. Persze ember nincs, aki meg tudná mondani pontosan, hogy mi a fene az a szerencse. Tehát, hogy van az, hogy nyerek a lottón, vagy nem nyerek a lottón, vagy valamilyen szerencsés véletlen folytán valami történik velem. A balesetről már inkább tudnánk mondani, hiszen az egyéni életünkben is vannak olyan pontok, lehetnek olyan pontok, hallunk ilyenről, hogy valami baleset folytán például valakinek gyökeresen megváltozik az élete. No, lényeg az, aztán ugye van a természet közbeszól, ez egy izgalmas dolog lesz a következőkben, hogy úgy próbáljuk meghatározni a véletlen fogalmát, általában is egyébként a történelemben feltétlenül, hogy egy bizonyos eseménysoron belül nem egy logikusan következő jelenség, vagy részfolyamat, vagy valamilyen részesemény az, ami elvárható egy ilyen folyamatnál, hanem valami módon kizökkenti azt a folyamatot, és egy nem várt helyzetet, vagy helyzeteket idéz elő. Hát akkor nézzünk néhány példát. Hitler ellen a második, a hatalomra jutását követő időszakban összesen 42 merényletet terveztek, és részben követtek is el. Tehát ugye az egyik leghíresebb, ez a bizonyos 44 júliusi, ami ugye a Farkasodúban, tehát a keleti frontnak a főhadiszállásán történt, és német katonatisztek, tehát nem a náci főideológusok, hanem a katonatisztek, akik valamilyen módon már érzékelték, hogy ebben az időszakban ugye annyira szorul a hurok, hogy ezt a háborút nem igen lehet megnyerni. Katonatisztek szerveztek merényletet Hitler ellen. Ugye hát ilyen a főhadiszállás ma is, de ilyen volt akkor, tehát egy rettenetes betonbunker, és ő az a bizonyos Stauffenberg ezredes, aki ennek az egésznek az egyik motorja, és hát a végrehajtásban is az első számú szereplője volt. Tom Cruise játszotta egy filmben, hogyha valaki ezt tudja. Nos, elhelyeztek egy bombát a főhadiszálláson, ki volt percre számítva minden,
Itt ilyen kép, olyan képeket lehet látni, hogy hogy nézett ki az a szoba, az a főhadiszállási kuckó, vagy odú, farkasodú, ahol Hitler és a közvetlen alárendeltjei voltak, és egy óriásit robbant, négyen meg is haltak a merénylet során. Ez a kép azt mutatja, hogy Hitlernek hogy nézett ki a nadrágja a merényletet követően. Nos, Hitler megbuszta, kisebb sérülésekkel megbuszta. Hát ezt én nem tudom máshova sorolni, mint egy számára szerencsés megmenekülésnek ugye tudom fölfogni. Számunkra viszont, vagy a környezetének, vagy a háború ellenes erőknek a szerencsétlenségére. Tehát megúszta. Ez volt az a legkomolyabb merénylet ellene, ahol a legjobban előkészített és a legnagyobb durranást ugye, okozó bombát helyezték el. Nos, ugye akkor, tehát 44 nyarán körülbelül így nézett ki a front, és ugye itt a pirosas, vagy rózsaszín, vagy májvaszínű felületek a szoruló szövetségeseket, ugye szövetségesi hurkot jelentik. Ugye valahol itt van farkaslaka, vagy farkas odú, bocsánat, igen, elszólásod, az lejjebb van. Tehát gyakorlatilag a hatalmas terjeszkedést már megállították, és visszafele, tehát zsugorodik a német harmadik birodalom, és ugye számos más forrásból is tudjuk, hogy a Wehrmachtnak a vezetői, a tábornokikkal az tudta, hogy katonai szempontból ez egy vert háborúhoz, vagy vereséghez vezet. Na most képzeljük el, hogyha sikerül a merénylet. Tegyük fel ezt a kérdést, akkor mi történik? Tehát elpusztul a vezér, ugye az az első számú ember, aki élet-halál ura, és az egésznek a csúcsa. És ugye az a katonatiszti csoport nyer ebben a helyzetben, amelyik a merényletet előkészítette. Hát én kimerem mondani, hogy nagy valószínűséggel a háború hamarabb befejeződött volna, magyarul hamarabb kerültek volna béketárgyalásokra, vagy került volna sor, és ez azt is jelenti, hogy bizony több millió ember valószínűleg megmenekült volna. Tehát az a rettenetes pusztítás, ami még a következő, majdnem egy esztendőben végig kísérte a háború ugye frontjainak az alakulását, az valószínűleg hát nem történt volna meg. Persze ezt nagyon nehezen lehet így kimondani, lehet, hogy még sokáig ment volna az alkú, még a fegyveres erőknek volt adó a kezükben, meg sok egyéb, de egy biztos, hogy a háborút hamarabb befejezték volna, és ez nagyon sok ember életet megmentett volna. Nyugodtan szóljanak, ha nem így gondolják. Tehát ugye a dolog lényege, hogy ami Hitlernek szerencséje volt, az a világnak a szerencsétlensége lett egy ilyen helyzetben. De nézzünk egy másik példát. Koronaerablása a szerencsére. Koronaerablása. Ugye 15. században vagyunk, a koronát Visegrádon őrzik, egy vasládában. Ekkora az uralkodónk, ugye az első Habsburg uralkodó, Albert, és hát ő, ugye az ő párja Erzsébet. Ugye Habsburg Albert, nézzük, ugye 39-ben meghal. Egyébként érdekes módon ugye följegyezték, hogy dinnyelvés közben. Tehát a torkának adta dinnye, szóval ez is egy érdekes helyzet. És ugye a felesége pedig itt a szíve alatt hordta az utódot. Tehát meghal a király, ugye kitör hát elsősorban Hunyadiakkal megy a húzavona, kitör a trónért a harc. Ugye ő azért kapta ezt a nevet, mert utólag született, ugye, tehát már az apja a király, Albert már halott volt, amikor ő megszületett.
Nos, ugye Erzsébet, tehát a felesége, az szerette volna a saját fiának biztosítani a trónt, tehát miután megszületik majd, tehát erre ezer példa van egyébként, ugye egy kiskorú gyermek vagy csecsemőt koronáznak meg, és akkor egy régens az, aki viszi az állam ügyeket a nagykorúságig. Nos, ugye ekkor a középkori hagyományok szerint, ez is azt hiszem, hogy közismert, ugye mikor érvényes egy magyar királlyá koronázás, ha azt a Szent Koronával végzik, ha azt Székesfehérváron tartják, és az esztergomi érsek az, aki koronáz. De hát a kulcsa természetesen a királyi címnek, a megszerzésének a Szent Korona. A Mátyás király nagyon sokáig nem tudták megkoronázni, mert nem volt itthon a korona. Mátyást soha nem láttuk egyébként ábrázolva a koronával, csak úgy mondom ezt. És fölbíztatja az egyik udvarhölgyét, egy soproni illetékességű ugye, hölgyet, hogy próbálja meg, hát megfelelő beszervezett hívekkel ellopni a koronát Visegrádról, hogy nehogy az ellenségek, akik ugye számosan előbukkanak, ilyenkor mindig több trónvitorló vagy trónkövetelő előbuk, hogy nehogy az eredeti Szent Koronával meg tudják koronázni. Bizony Kotaner Jánosné, aki egyébként le is írta később naplójában ezt az egész eseményt, és szinte percre pontosan tudjuk, hogy mi történt, a beépített emberekkel, hát ezek későbbi ábrázolások természetesen, bejutnak a palotába, és meg is tudják szerezni a koronát. Utána menekülnek, viszik a koronát. És a dologban ugye az az érdekes, ez is egy későbbi ábrázolás, hogy az ő naplója szerint szekereken viszik, de átkelnek a Dunán, amely be van fagyva. Az ábrázolás nem jó, mert itt egy csónakot mutatnak. Nos, menekülnek, és ugye fölismerik az őrök, hogy eltűnt a korona, fölbojdul a palota, megpróbálnak utánuk menni. Emiatt ugye a menekülők, akik két szekérrel futnak, az egyik szekéren viszik a koronát, és van Kotaner Jánosnő néhány emberrel, a másikon szintén a kísérők egy része. Ugye próbálnak átjutni a Dunán, és egyszer csak beszakad a jég, de nem az alatt a szekér alatt, amelyiken a koronát viszik, hanem mellette a másik alatt. És a málhák minden egyéb eltűnnek a jeges árban. Na most a dologban az az érdekes, hogyha a koronával történt volna ez, vagy azzal a szekérrel, ami a koronát viszi, akkor mi történik? Elnyeli a jeges ár. Azt ember meg nem találja, legfeljebb a 21. században a régészek. Akkor nincs magyar korona. Akkor nincs Szent Korona tan. És az a korona, aminek azért tettem be most az ábrázolását, hogy lássa, hogy ez az első ábrázolása a magyar Szent Koronának 1555-ből. Tehát ez az egész magyarországi történelem a Szent Korona nélkül futott volna tovább. Hogy ez mit jelent, az arra már nem mernék vállalkozni, tehát hogy milyen következményekkel járt volna. Nyilván, vagy valószínűleg új koronát csináltatnak, és nem tudom micsoda, de az mivel a Szent Koronának ekkor már egy bevett hagyománya volt, hogy milyen ugye önálló személyiségként, önálló jogi tényezőként tekintettek rá, hát hogy mire kialakult volna egy következő koronánál egy hasonló ugye a Szent Korona országai egység, vagy olyan fajta kohézió, amit teremtett már korábban a Szent Korona, hát azért az egy érdekes kérdés lett volna. Ugye ez egy meglehetősen széles körben ismert példa. Második Lajos király halála. Ha valaki elmegy a csatatérre, akkor azzal számolni kell, hogy elesik. Ugye a középkorban az jellemző volt, hogy az uralkodók általában a csapataik élére álltak, nem hátul valahol a
tábornoki karral, és maguk is részt vettek az ütközetekben. Tehát ha valaki elmegy a háborúba, mint hogy például első Ulászló királyunk elment ugye a török ellen, és Várnában, a Várnai csatában elesett, ugye azt, még azt mondjuk, hogy logikus, hiszen csatába ment, kockáztatta az életét, mint a többi katona, elesett, benne volt a pakliba, ha szabad ezt mondani. De ugye Lajos elment a csatába, túlélte a csatát, menekült, megsebesült valami, és ugye egy balesetben belefulladta a cselepatakba, menekülés közben. Az, hogy király menekül, magyar történelemben is van le. Például gondoljanak IV. Bélára, a tatárok ellen, akár ugye egészen le a déli végekig menekül. Tehát ha ő elesett volna a csatába, akkor az utókor ugye bölcsességével mondhatnánk azt, hogy az benne volt a pakliba. De az, hogy elmegy és olyan szerencsétlenül beleesik, és hát ugye egy Székely Bertalanunk festette meg az ő megtalálását, és egyébként októberben találták meg a holttestét, tehát nem is augusztus végén, amikor a csata volt. Ez nem logikus, ez nem következik logikusan ebből a helyzetből. Magyarul az, ami az ő halálából fakad, az a néhány fontos történelmi jelenség, az sem lett már logikus. Nézzük meg miért. Ugye második Lajos az jagellóházi uralkodónk volt. Ugye a jagellók azok litván származású, vagy eredetű lengyel uralkodó dinasztia. Az akkori Európában egy meglehetősen komoly királyi dinasztia, amelynek a hatalma is nagy, hiszen Lengyelország mellett még számos perem területnek az uralkodó, és ennek van egy ága, ezek a cseh, magyar jagellók. Na, ide tartozott második Lajos. Most ugye az ő halálával megüresedik a trón magyarul, de tegyük hozzá, hogyha ő nem szenved balesetet, nem fullad bele abba a patakba, akkor nem hal ki a cseh-magyar jagelló házi ág. Hiszen Lajos 26 éves volt, amikor elpusztult, tehát utódai várhatók lettek volna. Nem. De mivel ki ugye elesett, hát két fontos szempont volt az, ami az akkori helyzetben a magyarokat, vagy a magyar főurakat egy új uralkodó felé terelték. Az egyik, ez a bizonyos házassági szerződés, aminek már volt a korábbi előzménye is, például Mátyás király idejében 1463-ban, amikor a koronát visszaszerezte ugye Frigyestől, sőt még korábban már Zsigmond idejében is voltak ilyen utalások, hogy amennyiben ilyen-olyan helyzet áll elő, kihalnak bizonyos ágak, akkor a Habsburgok viszik tovább. De a lényeg az, hogy van egy Jagelló-Habsburg szerződés, amely alapján, ugye, ami különböző házasodásokkal is ezekről még lesz szó, kötetett meg, Ferdinánd lesz az, akit jogszerűen a szerződés alapján királlyá koronáznak. De ugye ekkor már van egy olyan hagyomány, a király választás hagyománya. Közismert, hogy Mátyást a Dunajegén választották ki. A magyarok másik része, egyik része elfogadja ezt a szerződést, Ferdinánd mellett áll, egy másik része pedig Szapolyai János, ugye, aki nem vesz részt a mohácsi csatában, lényegében Erdély mindenható úr, Erdélyi vajda, akinek még érintetlen a hadserege is. Szapolyai Jánost szintén uralkodónak tekintik. Nos, ugye ránk, magyarokra amúgy is jellemző, mind a kettőt szabályosan megkoronázzák. Fehérváron, Esztergomi érsek, Szent Korona. Tehát eljön egy olyan időszak, ami két királyt hoz az országnak, és természetesen a kettő közötti vetélkedést is. Egy olyan helyzetben,
amikor a törökök itt lihegnek a nyakunkon. Amikor, hogyha második Lajos nem fullad bele a patakba, helyzetként nem áll elő, mert törvényes uralkodója maradt volna az országnak. Nagyon fontos azt is látni, hogy ugye Szapolyai az első olyan magyar főúr, aki a török segítségét veszi igénybe ebben a bizonyos vetélkedésben. Egyébként a török szultán az, aki visszaszerzi a koronát Perényiektől, a korona öröktől számára, és ő adja át, ő, tegyük hozzá, mond áment a fölött, hogy ő legyen Magyarország uralkodója. Tehát ő adja át a koronát, a magyar szent koronát Szapolyainak. És ugye Szapolyainak is van egy csöpnyi gyermeke, János Zsigmond, aki ugye Erdélyben él, és ugye János Zsigmond az, aki ugyanúgy csöpnyi gyermekként, nyilván a szülei, behódoltatnak a szultánnak. Magyarul a magyar területek vagy magyar királyság fölötti harcban itt jelenik meg először a török, mint szövetséges, az egyik szabályosan megválasztott király oldalán, ugye a másik oldalon pedig azok a Habsburgok, akik akkor európai nagyhatalmának számítanak, és tulajdonképpen, erről majd később szintén lesz egy érdekes história, gyakorlatilag ebben az időszakban a világ urai. És ugye ezzel a helyzettel kell számolni akkor, amikor van egy olyan oszmán hatalom, amely ebben az időszakban éli a virágkorát. Ebben a korszakban terjeszkedik. Tehát amit itt most ilyen narancsszínűvel, vörös színnel látnak, ez mind a török hódításnak. Tehát egy erőben, egy följövőben lévő nagy hatalom, amelyik Európa fele próbál terjeszkedni. No, tehát a fölvethető kérdések, hogyha második Lajos nem hal meg, akkor vajon előállt volna ez a két királyos, ez a paralel helyzet, amelyben az egyik magyar törvényes király behívja, vagy szövetségesül, fogadja a törököket, a másik pedig az európai, hogy mondjam, keresztény világot. Nagy kérdés, hogy egyébként második Lajosnak volt egy fia, Vas Jánosnak hívták, törvénytelen fiú, tehát balkézről született. Nem is ismerték el. Ugye, erre is van példa Mátyás korából, ugye Korvin János. Tehát nemzőképes volt, csak azért mondom. Tehát lehetett volna szabályosan is fia. És ugye nagy kérdés, hogy akkor milyen helyzet áll elő egy olyan hatalommal szemben, amelyik megállíthatatlannak tűnik. Én azt mondom, vagy vetem föl gondolatként, hogyha második Lajos marad, akkor a Jagellóház is marad, magyarul egy keresztény összefogásra, akár Habsburgok nélkül is lehetőség nyílt volna. Viszont van egy probléma, a Jagellóház a lengyel trónon is kihalt 1572-ben. Tehát nem egy erejének a teljében lévő európai dinasztia volt a Jagellóké, hanem egy alkonyodó típusú dinasztia, míg az emelkedő dinasztia a Habsburgoké. Hogy vajon, ha egy olyan esetben, amikor ugye Lajos marad, és még gyermeke is születik, aki a trónon fölép, akkor vajon lett volna ereje Jagelló dinasztiának általa, vagy az ő, tehát ő lett volna erőben ebben a helyzetben, olyan hatalma és olyan ereje, hogy megállítsa ezt a fajta terjeszkedést. Nyitva hagyom ezeket a kérdéseket, tehát nem. De érdemes elgondolkodni rajta. Végül is előáll a helyzet, ugye, hogy három részre szakadunk, és azért azt hozzá kell tenni, hogy ugye ez az a magyar királyság, természetesen a határvonalak mindig változnak, hiszen a végvári harcok között, meg
az Erdélyi Fejedelemség és a Királyi Magyarország között állandóan dúlnak különböző háborúk, békekötések, egyebek, amik nem teszik stabilá a határokat, de nagyjából ez van, hogy ezen az oldalon mindig ugye Habsburg uralkodó ül a trónon, ugye az Erdélyi Fejedelemség független, legalábbis ettől, nem egyszer a fejedelmek a lengyel királyi trónt is betöltik, de Erdély fejedelme nem független a töröktől. Erdély fejedelmének lenni a szultán jóváhagyása nélkül nem lehetett. Érdekes, hogy egy ilyen helyzetben két világ egymásnak feszül, vajon előállt volna ez a helyzet? Szent István utód nélkül. Ugye ismerős, hogy volt egyetlen fia Istvánnak, első Istvánnak, és 1031-ben elhunyt egy vadászbaleset következtében. Tehát eddig úgy magyar történelemben van erre példa, de higgyék el, bármelyik ország történelmét megnézzük, vadászatban nagyon sok uralkodó, nemes, egyházfi akárki elesett, vagy meghalt, vagy megsérült. Tehát nem egy egyedi esetről van szó, ezt csak azért mondom, mert nem egyszer fölmerül valamiféle összeesküvés elmélet ilyen esetben, hogy el akarták tenni lábbal, vagy nem tudom, hogy ez Rínyinél van leginkább erről szó. De mindegy, Imre herceg meghal, ugye. Az Árpád ház, ugye, leszármazottait nézve, ugye látjuk, hogy Szent Istvánig fut az Árpád ház, és hát ugye István ezért mérkőzik meg Koppánnyal, hiszen az Árpádok, tehát a korábbi időszakban ugye az Árpádok örökösödése nem úgy volt, ahogy a középkorban, vagy a középkortól általánossá vált Európában, hogy mindig az első szülött fiú örökli a trónt, hanem mindig a családban a legidősebb rokon. Ez volt Koppány, amikor Géza ugye elhunyt. Na most Istvánnak ugye megszakad a magva, tehát nincs örököse. Most mit csinál? Ugye megvakítatja Vazult, aki ugye az egyetlen mellette, tehát Géza testvérének a fia, ugye, aki az Árpádok vonalát képviseli, megvakítja Vazult, és ugye beülteti a tróra ezt a bizonyos Pétert, aki egy velencei származású, köze nincs az Árpád házhoz. Ugye, és ráadásul ugye a német császárnak a hűbérese. Ugye letaszítják, egy belső felkeléssel letaszítják, jön abba Sámuel, aki jobb uralkodó egyébként, mint Péter, és ugye a magyar törzsekkel bejövő kabaroknak az egyik vezető emberre leszármazottja, viszont őnek is nincs köze az Árpádok vérvonalához. Na, őt is letaszítják. Tehát ugye azt kell látni, hogy az a helyzet, hogy István utód nélkül hal meg, fiú utód nélkül hal meg, ugye eleve kizárja azt a lehetőséget, hogy egyenes ágon az ő legidősebb fia leszármazottja, vagy ha azzal valami történik, akkor ugye a másodszülött fiú vigye tovább, és Árpádok vonalán keresztül ugye a trón öröklését. Természetesen mindkettőt letaszítják, és minthogyha korrigálna a történelem magát, ugye Vazul fiai jönnek vissza, és ők, akiktől egyébként félt István, hogy nem az európai keresztény világhoz tartozónak, vagy azt a munkát folytatják, amit a keresztény világhoz tartozónak ítélte Magyarországot. Ez a vonal, nem, vagy ez a félelem, ez nem teljesül, hiszen András is, Béla is, és utána a többiek, mint árpádházi királyok, megmaradnak. Hiszen még Szent László, ugye az még szent is lett.
tehát megmaradnak a kereszténység vonalán, és megmarad az Árpád-ház vérvonala is egészen 1301-ig. Tehát ez a nagy kérdés, hogyha ő, ugye mondjuk másodszülött fia is van, és az örökli a trónt, akkor valószínűleg ez a fajta belső trón őviszonyi harc, ami hosszú évekig eltart egyik, akkor valószínűleg nem következik be, hanem egyenes vonalon és Árpád-házi vonalon folytatódik ugye az Árpád-házi királyok sora. Bár nem zárhatjuk azt ki, hogy ugye, mint ahogy Kopány esetében sem, hogy trónkövetelőként fölléptek volna. Hiszen az Árpád-ház ugye a legidősebb szállat vallja magáénak. De lehet, hogy megsporoltunk volna egy jó néhány évet, egy jó néhány olyan zűrös évet, ami tulajdonképpen nem volt, mert egy polgárháború, egy belső polgárháború. Menjünk tovább. Ahogy mondtam, a Habsburgok ugye a 16.-17. század legerősebb európai dinasztiája. Hát nem kis mértékben köszönhető ez a gyarmatosítás időszak, a felfedezések kora, ugye, amikor gyarmat birodalmak alakulnak ki, és hát a spanyolok a legnagyobb haszonélvezői ennek. Nos, de miért megnéznénk, hogy ez hogy alakult ki, menjünk tovább. Ugye a spanyol örökösödési háború kitör 1701-ben, amikor Károly, ugye spanyol uralkodó, meghal, és nincs utódja. Ez a franciáknak kedvez, francia király, francia ország föltámad, és ő az, ugye 14. Lajos, akit egyébként napkirályként ismerünk ebben a országban, tehát egy rendkívül gazdag ország ekkor Franciaország, ugye ő fordul szembe a Habsburgokkal, és áll csatasorba a spanyol királyi címért. Ő az, aki megpróbálja Rákóczit rávenni, mint keleti szövetségest, ugye, hogy ossza meg a Habsburgok erejét, robbantsa ki a felkelését. Ugye 1697-ben már, tehát volt ennek előszele, hiszen majd később szól lesz, hogy milyen szerencsétlen flótás volt ez a bizonyos Károly, spanyol király. Ugye 1697-ben már franciák megpróbálják Rákóczit rávenni, de akkor még nem hajlik erre. 1701 után szintén jönnek a francia igények pénzekkel, tehát ígérnek pénzeket, nem tudom mi mindent, katonákat, tehát... És akkor viszont ugye Rákóczi zászlót vont 1703-ban. Bízva abban, hogy ugye a nyugati fronton, a nyugati világban a franciák nyomják a Habsburgokat, ő pedig innen nyomja. Tehát szövetségesekké válnak, és a Habsburgok ezzel kétfrontos háborúra kényszerülnek. Ugye kitör a kuruc háború. Ez tart körülbelül 1708-ig, amikor nem... 1708-1709, amikor nem válik nyilvánvalóvá, hogy a franciák nem nyerik meg a spanyol örökösödési háborút. És Franciaország kilép a szövetségesek közül. Pontosabban ő volt egyedül szövetséges. Rákóczi ekkor fordul egyébként az orosz cárhoz, de nem sok sikerrel. Magyarul elapadnak a francia pénzek, elapad a francia támogatás, körülbelül 80 katonatiszt, akiket ugye 14. Lajos küldött Magyarországra, elhagyják az országot. Tehát a Rákóczi egyedül marad ebben a harcban. Franciaország ugye aztán meg is kötik a békét, valójában nem nyer semmit, tulajdonképpen még a német-alföldi területeket is elvesztik, amelyeket ugye eséllyel tudtak volna meghódítani. Magyarul ebből az egész harcból a Habsburgok kerülnek ki győztesen. A helyzet tehát a mi szempontunkból valahogy úgy fogalmazható meg nagyon sarkosan,
hogy a franciák biztatására tört ki a Rákóczi felkelés, magától Rákóczi, hiszen, és hogy elemezzük ugye a későbbi tevékenységét, magától nem állt volna élére. Tehát annyi képessége volt, hogy ő önmagában egy elszigetelt magyar függetlenségi harc, pláne egy török kiűzését követő időszakban, amikor a keresztény világban ugye végül is a szövetséges keresztény seregek azok, amelyek megdicsőülnek, és ebben a magyarok csak egy pici részt képviselnek, egy ilyen világban nem nyerhet, nem tud, ráadásul egy háborúban, ugye 150 éves török uralomat legyengült országban, nem tud sikerrel függetlenségi harcot kirobbantani. De ugye akkor az a kérdés, hogyha a spanyol ugye örökösödési háború nem robbant volna ki, akkor vajon lett-e volna kuruc szabadságharc? Ezt így is föl lehet tenni. Ő az a szerencsétlen második Károly, aki ugye meghalt utód nélkül, ő volt a spanyol uralkodó, és ugye Spanyolország ekkor egy óriási, hát ugye gyarmatokkal, egyebekkel bíró gazdag ország, és ha nem hunyt volna el, föltesz az ember kérdés, mi legyek visszafele? Hát nézzék meg ezt az arcot. A Habsburgok a 15. század óta szinte állandóan egymás rokonságával házasodnak. Magyarul ilyen unokahúg, nagybácsi, unokatestvérek. Ez van századokon keresztül. Pár éve végeztek egy nagyon izgalmas genetikai vizsgálatot több nemzedéken keresztül, Habsburgok ugye maradványait elemezték. Lényeg az, hogy a természet, ugye ez egy óriási genetikai probléma halmazt jelent egy idő után, a természet elkezdi magát korrigálni. Tehát valami módon megpróbál ellene lépni, hol ezzel védekezik, hol azzal, például azzal, hogy nincs utód. Második Károly mind mentálisan, mind fizikálisan egy roncs volt. Uralkodásra nem volt képes, ugye a környezete uralkodott helyette. Nem tudott beszélni, ugye ez egy jellegzetes tünete ennek a genetikai hibának, ez a úgynevezett hátraharapás. Ezt jelenti, nem tud rendesen rágni, nem tud rendesen beszélni, nyáladzik, meg hasonló. Tehát egy szörnyen szerencsétlen valaki volt, aki ugye úgy mondhatjuk, hogy kb. 300 éves ilyen rokonsági házasodás révén rajta jött ki ez a fajta szörnyű probléma, ami egy természet általi beleszólás, ha szabad lefogom. Lehetett volna az előtte levő generációban is kijön, ezt nem lehetett előre tudni, hogy mikor jön ki. Lehetett volna egy későbbi generációban is. Magyarul, hogy ez a szerencsétlen megszületett, és ott ült a trónon, jól lehet, semmi köze nem volt az uralkodáshoz, és erre képtelen volt, és fizikailag is például nem tudott futni. Például állandóan zihált, hogy mondtam, nyáladzott, egy értelmes mondatot rendesen nem tudott kimondani, tehát ilyen problémái voltak. Hogy nála jött ki, ezt nem lehetett előre tudni, és én azért fogalmaztam úgy az első néhány kockánál, hogy a természet közbeszólt valaminek, megpróbálta ezt a hibát javítani, és ezzel az, hogy bedugult tulajdonképpen ez a szál, ez a fajta örökösödési vonal, így bedugult, nem engedte, hogy tovább menjen, mert csak problémát jelent. No, ez durrantotta ki az örökösödési háborút. Tudom, nagyon merész a kérdés, de érdemes elgondolkodni rajta, hogyha egy generációval korábban jön ki, vagy egyel később jön ki, akkor a franciák hadba szállnak-e,
megkérik-e, illetve hát fölbiztatják-e a magyar nemességet, vagy a akkori erdélyi fejedelmet, hogy indítson harcot a magyar függetlenségért a Habsburgok ellen, vagy másképp alakult volna történet? Ezt még tudjuk ragozni, ugyanis ugye a Habsburgoknak volt egy, van ez a bizonyos Spanyolága, aztán Közép-Európa. Ezek a mi királyaink itten, ugye a 17. században. Nézzék meg, rajtuk is kezd kijönni ez a fajta tünet. Azért mutatom ezt, mert ez a leglátványosabb. Tehát ez a nagy orr előreugró ugye áll. Pedig biztos a festő egy picit, hogy mondjam, inkább javított a helyzeten, mint sem eltúlozta volna. Tehát ennél még rosszabb a helyzet. Magyarul a magyar uralkodók, vagy Habsburg házból való uralkodóknál is elkezdődik ez a fajta tünet, vagy ez a fajta jelenség. Egészen odáig, hogy ugye, a mi harmadik Károlyunk, tehát ez már Kuruc világ utáni időszak, ugye, akinél csak lány van már. És az a nagy mázli, ha szabad ezt mondanom, hogy így bejön egy friss vérvonal, a Lotaringiai Ferenc. Tehát a Lotaringiai házból bejön egy vérvonal. És picit kiegyenesíti a magyar uralkodóházat is. Hát ugye ezt úgy is fel lehet fogni, mint a Habsburg örökösödési vonalnál, ahol szintén mindig az elsőszülött fiú az, aki viszi tovább a stafétát. Itt van egy bicsaklás, ami pozitív bizonyos értelemben, ugye hiszen egy lány kerül a trónra, ez az a bizonyos pragmatika szankció, amit elfogadtatnak a magyar főnemességgel, ugye a leányági öröklés lehetősége, viszont Mária Terézia után ugyanúgy fiágon öröklődik tovább, tehát elsőszülött fiú, ugye az immár Habsburg-Lotaringiai ház. Itt már megint fiúk vannak végig. Tehát úgy is mondhatom, hogy másik oldalon pedig ez az egész szörnyű jelenség egy szerencse folytán a magyar uralkodói vonalban korrigálódott, tehát nem tudott olyan kifejletre jutni, mint a szerencsétlen Károly esetében, és emiatt tulajdonképpen a későbbi uralkodóink normálisak voltak, most ezt nyilván értik, bár nem valószínű, hogy úgy kellene hívni ezt a vonalat, hogy Habsburg-Lotaringiai ház, hanem valószínűleg inkább úgy, hogy Lotaringiai Habsburg ház. Levezetésül, vagy hogy mondjam, két könnyedebb, illetve egy házi feladat a végén, apróság, ma idézőjelbe teszem. 1945, ugye háború vége, és Szovjetunióban disszemlét rendeznek, nyilván amit pazar, és nem tudom micsoda. Ugye a díszemle élén kinek kell vonulnia? Ugye a generalissimusnak, ugye Sztálinnak, minden szovjet erők főparancsnokának, és nem tudom. Sztálin már idősebb ember ilyenkor, ugye, és egy fehér lovon kell mennie, vagy kellene mennie a katonák élén. Nos, Sztálin gyakorol, tehát megpróbál előre készülni, és jó ledobja az a ló, a fehér ló, de úgy ledobja, hogy meg is recsen. Na. Sztálin úgy dönt, hogy akkor nem, ő ezt nem tudja, nem tudom, legyen Zsukov marsal, aki egyébként ugye az egyik leghíresebb szovjet tábornok, ugye Berlint is ő foglalja, és egyébként rendkívül népszerű nem csak ugye hazájában, hanem az európai szövetségesek körében. De hát valamilyen módon bosszút akar állni Sztálin, és azt mondja, hogy ugyanazon a lovon kell mennie, mint amin ő próbálkozott.
Ugye itt van a két figura, de hát ez, és igen, Zsukov elmegy a lovon, és mivel ő lovassági tisztként kezdte a pályafutását, semmi problémát nem okoz neki, hogy végig lovagolja a díszmenetet. Magyarul Sztálin kicsinyes bosszúja, és ezt tényleg a kortársak írják le, tehát ez nem egy legenda, az, hogy hát, ha Zsukov egy jó nagyot tanyázik ott a díszemre élén, ez nem jön be, tehát, hogy úgy mondjam, Sztálinnak egy fricska. És természetesen Zsukov az később. És a végére egy házi feladat. Teherán összeülnek a nagyhatalmak 1943-ban, tehát ekkor már Sztálingrád felszabadul. Ugye érezhetően megakad az egész német támadás, és elérkezettnek látják az időt, ugye Churchill, Roosevelt és Sztálin, hogy elkezdjenek tárgyalni a háború utáni rendezésről. Amikor leülnek, ezek nagyon mélyről előbb bányászott archív felvételek, talán ezért is ilyen gyengék, ugye Churchill ajándékot hoz Sztálinnak, mégpedig ugye 6. György uralkodik ekkor Angliában, 6. György ajándékát, egy gyönyörű díszkardot, amire rá van írva, hogy Sztálingrád hősi védőinek, és nem tudom. És ezt a kardot átadja. Ugye Sztálin, ahogy a diplomácia megpuszíja, és nem tudom, micsoda, örül neki, ugye Roosevelt is megnézegeti, ez egy szép ajándék, és utána a mellette álló Vorosilov kezébe nyomja a kardot. Most ugye Vorosilov egy katonember, nem tudja rendesen megfogni a kardot, és leejti Sztálin lábára. Egyébként, tehát puf, a kard, ugye, jó, hogy tokkal, de leejti. Most mindjárt megfagy a levegő, ez Churchill írja le egyébként, megfagy a levegő, a kard csörög, minden, és nem tudom, Sztálin a lábával, ugye, és akkor Molotov ugrik oda, és valahogy elveszi a kardot, és akkor kiviszi, és akkor valahogy megoldja a helyzetet. Nos, ha azt tudjuk, hogy az 1930-as években, amikor Sztálin ugye, tisztogatása a hadsereget is elérte, és a tiszteknek kb. 80%-át, az akkori tiszteknek hát ölték meg, gyilkolták meg. És az akkori 5 marsalból 3-at megöltek, és Vorosilov maradt meg, és Bugyonni. Hogyha a 30-as éveket éljük, és egy ilyenfajta diplomáciai baki történik, akkor vajon Vorosilov életben maradt-e volna? Ez a nagy kérdés. Én nem válaszolok rá, gondolkodjanak el rajta. A háború végén, pontosabban a nyerő időszakban, ugye Vorosilovra szükség volt, ő volt Magyarország megszálló ugye, főtisztje. Annak idején kiváló katona volt. Ugye elnézték neki, de egy ilyen helyzetben, amikor nincs háború, hanem csak mindenki, aki valami módon árt a szovjet hatalomnak, pusztuljon, vajon megúszta-e volna ezt a fajta diplomáciai bakit? Hát nem tudom, hogy okosabbak lettek-e, de gondolom kétségeik bőven vannak. Ha gondolják, beszélgethetünk róla, de jó töprengést kívánok, és még a példákat maguk is szerintem tudnák szaporítani. Köszönöm szépen!